25 éves a Hanság Big Band. Kapuvár kulturális életében végzett kimagasló tevékenységükért, Kapuárvárosért érdemérmet adott át Tóth Imre alpolgármester Kis József zenekarvezetőnek a jubileumi koncerten. Az elmúlt időszakban a járványügyi intézkedések, illetve az energiatakarékossági intézkedések miatt sajnos nem akkor és nem úgy tudtuk megünnepelni az eseményeinket, az évfordulóinkat, amikor éppen is ahol szerettük volna. Ezért most nagy örömmel és nagy tisztelettel köszöntjük a 25 éves Hanság Big Bandet itt a Kapuvár Művelési Központnak a színpadán. Köszönjük, hogy megtisztelnek minket a zenéjükkel. Az elmúlt 25 évben a zenekarnak sok szép ünnepe volt, sok évforduló. Ezekhez az ünnepekhez és az évfordulókhoz mindig hozzátartozott, hogy a város önkormányzata valamilyen jutalommal, kitüntetéssel járult hozzá az ünnepekhez. Ez most sem lehet másképp, a 25 éves évforduló alkalmával úgy gondoljuk, de szembesülnünk kellett egy olyan dologgal, hogy a zenekar az önkormányzattól szinte már minden adható kitüntetést megkapott. De azért egyet még találtunk, és ezt szeretném most ismertetni és átadni a zenekarnak. Kapuvár Városi Önkormányzat képviselőtestülete a 2023. 5. hónap 31-i önkormányzati határozatban foglaltak alapján a Hanság Big Band részére Kapuvár kulturális életében végzett kimagasló tevékenységükért Kapuvár Városért érdemérem kitüntetést adományozza. És ezért szeretnék elsőként szívből gratulálni, és kívánok még sok sikert a zenekarnak, és sok ilyen szép jubileumot. Az Isten éltessen valamennyit sokáig, kívánok erőt, egészséges zenekar minden tagjának. Fogadjátok szeretettel tőlük. Köszönjük szépen, köszönöm a zenekar nevében ezt a kitüntető figyelmet és kitüntető szavakat. Higgyék el, hogy ismerek nagyon sok Big Band zenekart az országban, és nem mindenhol kapnak ilyen nagy figyelmet az önkormányzattól, ahogy ezt mi az elmúlt 25 éve megkaptuk. Tényleg megkaptunk már minden díjat, hiszen a város talán legnagyobb elismerését említettem a 20 éves jubileumunkon, hogy Plourbe Kapuvár díjasak lettünk, most pedig még az emlékérem is, hogy nagyon szépen köszönjük. És egyet üzennék azért az önkormányzatnak, hogy az 50 évesen azért gondolkodjanak, hogy mi jöhet még szóba. Köszönjük szépen! Műsorunkban részletet láthatnak az ünnepi koncertből.
Köszönjük szépen Harsonánál Horváth András, Zongonánál Horváth György, hölgyeim és uraim! Switch in Time volt a szám címe. Ismét Semmire Stikó volt a hangszerelő, illetve ennek a számnak a komponálója, és akit előbb említettem. Minden számhoz tudnék órákat beszélni gyakorlatilag, nagyon sokáig, de talán a Switch in Time-hoz az egyik legfontosabb, hogy nagyon sokat jártunk a Budapest Big Band Fesztiválokra, egy országos rendezvényre, ahol nagyon sok Big Band zenekar, amatőr zenekarok megmutatták tehetségüket, hogy évről évre hogyan fejlődtek, milyen műsort, politikát követtek, és milyen műsort alakítottak ki saját maguknak. És gyakorlatilag mondhatnám, hogy a Big Band Fesztiválok, mikor a fénykorukat élték, akkor a Hanság Big Band pont az előbb említett hangszerelőtől nagyon sok dalt játszott. Switch George Brown, Switch in Time, sőt, ezek minősítéseken általában egyrészük kötelező darab is volt. Itt rendre azért a legmagasabb kategóriában megvédettük a csapatot, természetesen az A kategóriában, és természetesen aranydiplomával tértünk ezekről a helyekről haza. Ilyen volt ez a dal is, és nagyon régen már nem szervezik meg ezeket a fesztiválokat. Két éve mégis felhívott egy kedves barátom, hogy egy Big Band párbajra hívná, egész pontosan Budapok Big Band-del közösen, Budapestre a Hanság Big Bandet, egy színpadon két zenekar, nagyon ritka produkció, viszont az első kérdés az volt, még mindig olyan jó játszátok a Switch in Time-ot. Úgyhogy ezért tettük be többek között a műsorba a Switch in Time-ot. A most következő dal viszont teljesen más korszakot idéz zenekar életében, gyakorlatilag az elmúlt 10 évben vált a zenekar számára is kedvelt darabbá, ez a Little Brown Jack Glenn Miller-től. Nem ő a zeneszerző, hanem egy amerikai népdalról, egy gyerekdalról van szó, viszont a hangszerelés az ő nevéhez fűződik. Hát hölgyeim és uraim, a Glenn Miller Orchestra helyet sajnos ma itt a Hanság Big Band szórakoztatja önöket, viszont fogadják sok szeretettel a számot Little Brown Jack. Thank you.
Köszönjük szépen! Little Brown Jam! Little Brown Jam! Lemmiller egyik kedvenc dala volt egyébként, feleségének hangszerelte, de sajnos együtt már nem élvezhették ezt a dalt, hiszen rejtélyes körülmények között lezuhant várhatóan lezuhant a repülőgépével a II. Világháborúban, éppen Párizs felé tartva. Mi viszont a Little Brown Jamot nagyon szeretjük, próbáikon rendszerint játszunk, sokszor ezzel kezdünk, ezért is kötődik hozzánk ez a dal olyannyira, illetve észrevettük azt, hogy közönségünk nagyon tetszik ezeket. Nagyon észrevesz, hogy nagyon tetszik ezek az effektek, ez a Pú-bá-pú-bá című effektek. Többek között a trombitánál, harsnánál figyelhető ez meg. A trombita szólót Kis Benedek játszotta. A harsnánál Bertalan Gábor. Úgy tudott közben. És a szakszofonnál pedig Labanci János ismételnek. Köszönjük szépen! Ez a Pú-bá-pú-bá effekt annyira megfogott minket, hogy a most következő dalban is alkalmazni fogjuk. Szintén egy Glenn Miller szerzeményről van szó, a Pennsylvania 65000-ről. Sok év után ismét megrendezésre került az a bizonyos budapesti Big Band találkozóval, ismét elmentünk, viszont zenekarunk ellen egy merényletet követtem el, és zenekarunk számára egy kicsit ilyen laza, könnyed, tingli-tangli műsornak, tánczenés műsornak mondható számokkal készültünk, többek között Pennsylvania 65000-del, a Little Brown Jack-kal, és ezzel a bizonyos Bú-bá-bú-bá nevű effekttel. És mit át Isten, csak a zsűri, meg én tudtam persze, hogy díjazni fognak minket. A zenekar teljes nyugalommal kiült a koncertre, és persze aznap csak mi kaptunk aranyat, és fiúk megkérdezték hazafelé a buszon, most komolyan jó, és ezért, hogy Bú-bá-bú-bá, látjátok. Így megy ez Pesten. Tehát hallgassuk most meg a Pennsylvania 65000-et. Thank you.
Köszönjük szépen! Pennsylvania 65000! Ez egyébként egy New York-i telefonállomásnak a hívószáma volt, ugye régen betárcsázós készülékek voltak. Mi még talán az internet világában kezdetén ismerjük ezt a betárcsázós, de úgy már hál' Istennek nem. Na, hölgyeim és uraim, lépjünk is tovább az időben, hiszen a big bandek nagyon szép, hogy csak fújnak, levegőt vesznek, fújnak. Innentől kezdve hasonlítanának egy kicsit egy klasszikus, csak felépített katonazenekarhoz vagy fúvószenekarhoz. De mihelyt kottapultok mögé ültetik őket, mihelyt szép egyenruhát kapnak, csokornyakkendővel, és egy kiváló énekest, onnantól kezdve már tényleg big bandnek lehet őket nevezni. Hölgyeim és uraim, a Hanság big band élén Tóth Dániel. Szintén meghatározója volt a korábbi zenekarunknak, csak éppen nem Dani volt akkor az állandó énekesünk, hanem épp Malekandával adtunk például koncertet. Orange Colored Sky a szám címe. This is it.
Nagyon köszönjük Aranyos Kalereckának! A most következő dalt egyébként szintén Natalie Cole, illetve Nat King Cole nevéhez köthető elsősorban, viszont nagyon nagyon sok klasszikus jazz énekes, mint például Frank Sinatra, vagy akár napjaink egyik sláger, gyanús énekese, Michael Bublé is feldolgoztam. Volt szerencsém jó barátok jó voltából részt venni Bécsben egy Michael Bublé koncerten, és nagyon is a koncert elejére építettem műsorába a következő dalt, a közönséget kicsit megdolgoztatva. Nem kell önöknek énekelni, higgyék el, nincsenek a székek alatt mikrofonok, hogy énekelni kell. Viszont egy, mondhatnám egy mozaik szónak, ugye Dani? Hiszen L-O-V-E, ez angolban ez lábot jelenti, és gyakorlatilag az ügyesebbek ezt nagyon szépen le is mondogathatják, hogyha este éppen tornaórát tartanának. Tehát az L-re, O-t is könnyű, a V az még megvan a V-be, az E-t azt meggondolják hozzá. Azt már szerintem nehezebb lesz. Ennek a YMCA például a Village People ezt itt kirakta. Úgyhogy most következzen a Love című dal, az L, O, a V és az E. Hiszen nélküle ez a tempótartás nagyon nehéz lenne, ő pedig az egyik ilyen ember, meghatározza a zenekarunknak, most már nagyon-nagyon régóta, Marek Róbert a doboknál, hölgyeim és uraim. Mondom ezt azért, egy speciális eszközt vett a kezébe, azt fogja nekünk bemutatni, hogy milyen az, amikor még körülbelül 30-40
dobos egyidejűleg üti azt a kis, a Bergőt egyébként, az kis dobot, egy ilyen seprűt vett elő. És éppen ezért Robi ezt csinosan nekünk most megteszi. A szám címe Cute, csak a kezét figyeljék. Szeretnénk Dani ide idézni a színpadra? Frank Sinatra-t, Robbie Williams-t, Dean Martin-t, mind a hárman előadták ezt a kitűnő dalt, viszont a Robbie Williams hangszerelésre, Robbie Williams kitűnő hangszerelést fogadják most sok szeretettel, a szám címem számomra kimondhatatlan. Azt hiszem önök se értették, mondom, számomra kimondhatatlan. Én tenni kék in the hell. Thank you.
szépen! Köszönjük szépen, hölgyeim és uraim! Megpróbáljuk ide varázsolni a Robbie Williams által adott koncert, Royal Albert Hallban adott koncert varázslatát a Tóth Dani énekesünkkel és természetesen a Hanság Big Band-del. A most következő dal is ott hangzott el, Straighten Up and Fly Right. Feljük nézünk figyelmét a Hanság Big Band 25 éves jubileumi koncertjén készített felvételeink második részét jövő heti adásunkban láthatják.